Hello nékek, én Attila vagyok, és remélem meg vagytok elégedve ezzel a pólóval. Ugyanis most cseréltem át, előbb, ahogy elkezdtem videózni, egy szürke pólóval kulcsba voltam, de Kitty azt mondta rám, hogy úgy érzek kint egy csöves. Szóval először azt gondoltam, hogy félmesztőről fogok videózni, de aztán mondom, nem azért, mert úgy zavárba gyűnnék, ezért feltem ezt a pólót. Na mindegy, ezt most nem tudom, hogy nem otthon, ez egy kis bevezető mese volt. A mai videónak a témája bukhol, ugyanis már baromi régen volt, és van 11 új könyvem, amit meg szeretnék nektek mutatni, és mindegyik szem eléggé király. Szóval, hogyha nem tudtam, mit olvasnál, vagy pedig valami újat szeretném megismerni, akkor tartsatok velem, és ja, szerintem kezdjük is! Úgy összecsaptam az ujjaimat. Az első könyv, amit mutatni szeretnék nektek, az Lenne Laurától az Illúzió, amire a legeslegjobban vártam ezek közül a könyvek közül, és már olvasom is, most tartok, kiesett a könyvezőm! Szóval most tartok itt pont a 100. oldalon tartok, és ez a Backstreet sorozatnak a harmadik része, nemrégiben jelent meg. Ez egy ilyen magyar popstar lányról szól, aki 16 és 17 év között, most lett benne ebben a részben 17 éves, baromira jó sorozat, akinek tetszett például a Szent Jónak Gimi, annak ajánlom, de hogyha valaki nem tetszett a Szent Jónak Gimi, akkor olvassa lesz, mivel szerintem ez sokkal jobb annál, de én alapból szeretem az ilyen sztáros témákat, szóval ja. A következő könyvről még nem igazán tudom, mit gondoljak, és ez Anatoltól a Miután az After, és erről már biztosan nagyon sokan hallottatok, ugye ez egy fanfictionből, még fanfiction, mert mi mondjuk Harry Styler, már tényleg nem tudom beszélni, szóval Harry Styler írta, szóval Harryről írta egy nő, és az ilyen ő kapcsolatukról szól, vagy nem tudom, hogy valami főszereplő lány megismerkedik ezzel a Harry nevű, a Harry Style-lal, de ebbe a könyvben most más a nevet át kellett nevezni valami jogok miatt, de az egy ilyen rossz fiú, és ez valami érdekes szerelmi történet, igazából csak azért vettem, meg nagy a felhajtás körülötte, fogalmam sincs, hogy milyen. A következő két könyvet egy molyos ismerősömtől kaptam, azért még nyertem egy nyereményjátékon, és még most küldte el a könyveket, és az első a Heti Csaj, Monica Murphy-től, és ezt a könyvet én már régebben olvastam a Kindle-ben, és nekem tetszett, szóval ez ilyen kis egyszerű olvasmány, hogyha valaki valami könnyűre vágyik, ezt ajánlom, eléggé vicces. Arról szól, hogyha jól emlékszem, próbálom nem a hátlapot nézni, egy csalni, hogy van egy srác, és megkér egy ilyen lányt, akiről ilyen, hát lehet róla tudni, hogy eléggé rossz lány, szóval megkér, hogy játssza el a barátnőjét, amíg hazautazik a családjához, és erről szól, eléggé jó kis olvasmány, és hát ilyen kis könnyedecske, viccecske, könnyedecske. A másik pedig fogalmam sincs, hogy miről szól, csak rajta volt a kíváncsi listámon, én sem tudom, hogy miért, és ez pedig a Delirium Lauren Olivertől, mondanék róla a dolgokat, de csak annyit tudok, hogy ez egy disztópia. Megy a felvétel? Megy a felvétel! A következő könyvnél, hát itt Amerikában baromi nagy volt körülötte a felhajtás, és ezt én a Libri kiadótól kaptam, szóval még egyszer köszönöm neki, és ez pedig a Neked adom a napot, ami baromi jó, olyan érintős a borítója. Az írója pedig Jenny Nelson. És ez a könyv hasonló lehet a... Fú, mi is volt a címe? Hol vagy? Igen, szerintem ez a könyv hasonló lehet az Eleanor és Parkhoz, vagyis ez is ilyen hasonló típusú, ha jól tudom, ez is ilyen young adultas könyv, de inkább ilyen, szóval egy komolyabb témával foglalkozó. Egy ikertestvér párról szól, egy fiúról és egy lányról, akik nagyon közel állnak egymáshoz, de valami tragédia történik, vagy nem tudom, valami családi bonyodalom, és azután teljesen elhidegülnek egymástól, és még 3 év folytán is szinte szóba sem állnak egymással, és az ő kapcsolatukra, vagy az ő történetükkel szól ez a könyv, hát jónak tűnik. Mindig most ebben a bukóban is sok olyan könyv van, amiről szinte fingom sincs, hogy miről szól, és ez is az egyik olyan, és ez pedig Soman Chainani Blattól, a Jók és Rosszak Iskolája. Hogy miről szól ez a könyv, fogalmam sincs, hogy jó a borítója, hát nekem eléggé tetszik, és hogy miért vettem, mert benne van az a szó, hogy iskola. Én nagyon szeretem az olyan könyveket, amilyen mágikus fajta iskolába játszódnak, és Jók és Rosszak Iskolája, és hát nekem ez eléggé nagy misztikának tűnik, és hogy egy iskolába játszódik, szóval engem eléggé meggyőzött. És ja, a Kittike is mondta, hogy azt olvasta róla, hogy jó lehet, szóval megvettem. A következő két könyvet Kittike kapta névlegesen, hát de elvettem őket. Az, mind a kettő lolos könyv, az egyik a Segítség YouTube sztár lettem, Marnie Bass-től, és ezt én már olvastam, és baromira imádtam. Kormondom, ez a könyv annyira jó, hogy valami baromira vicces, szerintem majd el fogom még egyszer olvasni a jövőben. Ajánlom nektek, hát mint a cím is mondja, arról szól, hogy van egy lány, aki bénázik valamit az iskolában, ezt más fölveszik, fölrakják a YouTube-ra, ami baromi sokan megnéznek, és hát így YouTube-sztár lesz a csaj, és jönnek neki a lehetőségek, és mindenki ismeri őt egész Amerikában most már emiatt a videó miatt, és baromi vicces könyv, szóval, ja. A másik lolos könyv pedig a Vakrandi a végzete Lauren Morilltól,
és ez arról szól, hogy van egy lány, aki Giuliának hívnak, aki mindig nagyon mindent eltervez, és most éppen van egy ilyen tanulmányi osztálykirándulás, igen, azt hiszem Londonban, és ott a párba osztják az ilyen nagyon rossz hiú sráccal, és ezzel minden tervének lőttek a lánynak, és akkor együtt mindenféle kalamajkába kerülnek, szóval ez ilyen tipikus lolos könyv, ez is ilyen vicces lehet, gondolom, remélem, mert én szeretem a vicces könyveket. A következő könyvet is már olvastam, és ez az Anna és a francia csók Stephanie Perkins-től. Ugye erről a könyvről már sokat beszéltem a videóimban, és most meg is vettük, hogy meglegyen, hiszen nagyon szeretem. Arról szól, hogy van az Anna nevű lány, és őt az apukája úgy gondolja, hogy jót tenne neki, hogyha elmenne egy évre egy ilyen külföldi iskolába, mégpedig Párizsba, és először a lány nagyon ki van akadva, hiszen ki akarna Amerikából elköltözni Párizsba, és ott hagyja a barátait és a családját, meg mindenkit, de végül elmegy ebbe az iskolában, és így megismerkedik új emberekkel, és baromira vicc. És mindegyik könyvre ezt mondom, de én általában ilyen könyveket olvasok mostanában, szóval igen. És az utolsó két könyvről sem tudok semmit, ugyanis ajándékba kaptam még őket apától, viszont mind a kettőnek nagyon jó a borítója, emiatt szeretném is nektek megmutatni, hiszen meg ez is beletartozik a bukolba, de cselekményt nem tudok róla mondani, a címüket mondom, szóval hogyha szeretnétek, nézzetek utána. Az egyik a The Nightmare Affair, a rémálom ügy, Mindy Arnett-től, majdnem azt mondtam, hogy Annett-től, Mindy Arnett-től, a másik pedig a Range of Ghosts, Szellemek hegyei, Elizabeth Beer-től, és mind a kettő fantasztikus borítója, új könyvmajos megjelenések, ha jól tudom, de nem tudom, miről szólnak. És ja, ennyi lett volna ez a 11 könyv, amit mostában szereztem, remélem tetszett nektek ez a bukol videó, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, fú, basszus, nagyon meleg van. És írjátok meg lent kommentben, hogy szerintetek legközelebb milyen könyveket kell megszereznem, ugye nem sokára itt lesz a karácsony, szóval arra is akár már ajánlhatok könyveket. És írjátok meg lent azt is, hogy ti miket szereztetek mostában. Én Attila voltam, remélem jó napotok van. Zsuh, jaj, majdnem levet. Hú, majdnem eldött a könyveskupát. Sziasztok! Zsuh, zsuh, zsuh.